uraim! Az én tisztem csak az, hogy kimondjak egy nevet. Erik Jan Hanussen! Amikor átlépték ennek a háznak a küszöbét, elhagyták Berlint. Legyenek oldottak, és a csoda megtörténik. Van erejét gyógyításra kell felhasználni. Induljon el, sugározzon, és amihez kedve van, azt tegye. Maga tehetséges fickó. Most elalszik. Mélyen elalszik. Amit a magyarral csinálta, az az akaratátvitel. Gondolatolvasó, nem? Bimbakot kell találni. A legszörnyűbb dolgok fognak bekövetkezni. Tudja, mit fizettem én már az ilyen művészekre, mint maga? Csak saját magaddal foglalkozol, az a te bajod. Én ezt láttam. Láttam magam előtt! Mit képzel maga? Azt hiszi, bibliai proféta vagy Jézus Krisztus? Tudja ki maga? Másodosztályú mágus, ügyes trükkökkel, olyan, mint a többi. Németország rendet akar. A jognál és szabadságnál többet jelent a rend. Az győz, aki rendet ígér. És ez Hitler. Ez a világ halálra van ítélve, de tovább gyilkol és pusztít. Így próbálja fenntartani magát. A harci cselekményeket, minden front szakaszok, minden egység azonnal beszüntetni köteles! Azt hiszik, róla tudod a jövőt, nem érted, hogy csak hamis proféta lehetsz, mert nem azt mondod, amit ők akarnak. El fognak taposni. Mi emberek a végzett játékszerei vagyunk. Mi lesz? Káosz? Bizonytalanság? Vajon milyen lehet békében élni?